Nagy-nagy szeretettel és tisztelettel köszöntjük Önöket 2023-as évi Kopp-Skrabski díjátadón. Engedjék meg, hogy gyorsan bemutatkozzam. Én Endrédi Gábor vagyok. Engemért az a megtisztelő feladat, hogy felolvassam a jelöltek, illetve a díjazottak népsorát, illetve felolvassam Önöknek a méltatásukat. Egyéb iránt feleségemmel három gyermeket nevelünk, és mind a háromnak a a világra jöttét, vagyis az életét egy korábbi kop skrapski díjas orvosnak köszönhetjük, úgyhogy én elkötelezett skrop, skrapski díj fan vagyok, vagy drukker vagyok. Egyelőre nekünk csak két királyfink és egy királylányunk van, de igyekszünk felzárkózni. Tehát a díj a Három Királyfi Három Királylány mozgalom alapítóiról, Kopp Máriáról és skrapski Árpádról Kopp skrapski díj elnevezést kapta. A díjat olyan személy kaphatja, aki a kívánt gyermekek megszületéséért, a családok boldogulásáért, a támogató közösségek létrehozásáért, a nemzet lelki egészségéért éveken át példamutató, hiteles tevékenységet folytattak. Egyéni, házaspár és tudományos 35 év alatti illetve 35 év feletti kategóriában került mindez meghirdetésre. Engedjék meg, hogy röviden bemutassam a zsűri tagjait. Engler Ágnes, a Debreceni Egyetem nevelés tudományi tanszékének vezetője, a három királyfi három királylány alapítvány társelnöke. Purebül György, Szemülvejsz Egyetem Magatartástudományi Intézetének klinikai igazgatója, a zsűri társelnöke. Csuti Anna Mária, három királyfi, három királylány alapítvány alelnöke, projekt vezetője, Győrbíró András, szociológus, a Párciumi Keresztény Egyetem adjunktusa. Réthelyi János, a Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinikájának igazgatója. Skrabski Fruzsina, Kopp Mária és Skrabski Árpád lánya, a három királyfi, három királylány alapítvány elnöke. Skrabski Luca, Kopp Mária és Skrabski Árpád lánya, bírónő és végül, de nem utolsó sorban Víg József, a Három Királyfi Három Királylány Alapítvány alelnöke. Köszöntöm körünkben Ladányi Júliát, Richter Gedeon Enyerté PR munkatársát, a vállalat tudományos Kopp skrapski díj kiemelt támogatóját. Most pedig tisztelettel felkérem Skrabski Fruzsinát, a mozgalom elnökét, a névadó kisebbik lányát, hogy mondja el nekünk köszöntőjét. Szeretettel köszöntök mindenkit, ez olyan aranyos, a kisebb lányát, tehát a legkisebb királylányként vagyok itt most jelen. Nagyon megható mindig a, ez a díját adó. hát egyrészt nyilván azért, mert a szüleimről elnevezett díj, amit nagyon fontosnak tartunk. Lucával, a testvéremmel együtt találtuk ki, és együtt építgettük, hogy legyen benne Házas pár kategória, ez például a nővérem ötlete volt, szerintem egy hungarikum, nem tudom, hogy bárhol a világon van-e másik ilyen díj, de nagyon jellemző volt ugye a szüleimre. Próbáljuk evel a díjjal a szüleim összes oldalát bemutatni. Ugye a fődíj, bár mindegyik fődíj, a jó emberek Oscar-díjának, nevezte el Kuti Áron a sajtófőnökünk, de szerintem találó, és éppen ezért azt gondolom, hogy mindenki, aki jelölt, az olyan, mint az Oscar jelölt, hogy már a jelöltség egy hatalmas rang. Azért is csináljuk ezt a jelölést, bár lehet, hogy néhány embernek is kellemetlen, hogy versenyeztetve van, vagy idejött, és esetleg nem kap fődíjat, mert mi azt gondoljuk, hogy fantasztikus emberekről van itt szó. Én most a legnagyobb legszerethetőbb emberek társaságában beszéltek itt, akik hatalmas dolgot tesznek, a legnagyobbat, tehát közösséget szerveznek. A mozgalom ugye azért jött létre, mert a magyar fiatalok sokkal több gyereket szeretnének, mint amennyi megszületik, és azt tudjuk, hogy a kívánt gyerekek akkor születnek meg, ha erős helyi közösségek jönnek létre, és ha formálódik a szemlélet a gyerekvállalással kapcsolatban, tehát nem félnek a fiatalok gyereket vállalni. De ez is csak az erős helyi közösségek hatására lehet, ez a szemléletváltás, és olyan emberek hatására lehet, mint önök. Tehát, hogyha az emberek látják, megismerik az önök életét, akár szavaztak, akár körbenéztek, és megismerik, hogy mit lehet tenni egy közösségben, mit, mit, lehet, mit tehet bárki, mert amit önök csinálnak, az gyakorlatilag bárki megteheti, hogy hogy valamilyen témában, valamilyen ügy mellett összeránt embereket, és együtt dolgozik, hogy, hogy, jobb legyen az országban, meg jobb legyen a helyi közösségében. Tehát olyan példa emberek önök, amit bárki, bárki követhet. És ezért, ezért nagyon fontos számunkra ez a díj, és nagyon fontos az összes jelölt, és nagyon elnézést kérek, hogy ki kell választanunk mindig egyet. De sajnos így találtuk ki a díjat, és még nem találtunk ki jobb megoldást, de semmit nem von le. Tehát, hogy, hogy tényleg, és ezt nem csak mondom, bármelyikőjük lehetne a fődíjas, nyilvánvalóan nem azon múlik, hogy ez kicsit jobb vagy rosszabb. Önök mind fantasztikus emberek, és bármelyikük érdemes a fődíjra. Itt egyébként, itt éltünk, tehát a szüleim sokszor jártak, ebben a templomban, uh, itt a templom mellett uh, a keresztutat Kopp Judit szoprászművész uh, készítette, aki édesanyámnak a huga, és uh, Bicsánszki Ágóta, aki ennek a helynek a háziasszonya, az ő édesanyja volt, és ő intézte el, hogy itt ez a keresztút a nagynénémnek a szobraiból álljon. Egy fantasztikus keresztút, úgyhogy ajánlom mindenkinek, hogy uh, érdemes utána megnézni, sokszorosan meghat, hogy itt lehetek egy ilyen, ilyen, ilyen közegben. Ráadásul idén édesanyámról, Kop Máriáról egy sétányt neveztek el, itt a Normafánál. Igazából ezekre nincsenek szavak, ezt nem lehet, nem lehet meghálálni, vagy nem lehet nem lehet kellőképpen kifejezni azt az örömöt, amit okoz az, hogy édesanyám és édesapám ö, munkája a haláluk után ennyi idővel is ö, ilyen intenzíven van jelen. Igazából ez az ő szellemük jelenléte, tehát az ő szellemük az ö, mindig is itt van, és remélem, hogy mindig is itt lesz. Ezt a keresztet egyébként ö, anyukám vette nekem, egy jeruzsálemi kereszt, a halál előtt 2012-ben a 70 éves születésnapjára azt adtam ajándékban neki, hogy elmentünk ketten a Szentföldre. Végig jártuk ott is a keresztutat, a Ferences szerzetesekkel együtt. Most ez eléggé aktuális, és úgy érzem, hogy, hogy, hogy itt a kereszt, itt, va, itt vagyunk mi, és bármilyen nehézség van az életben, mindig vannak jó megoldások, és a szüleim mindig ezt képviselték, és önök is ezt képviselik, és nagyon örülök, hogy ilyen emberek vannak. Gratulálok, hogy önök léteznek, vannak, működnek. Köszönjük szépen. Most pedig felkérem tisztelettel Engler Ágnest, a zsűri elnökét, hogy ő is mondja el nekünk beszédét. Köszönöm szépen, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagyon jó újra itt lenni, és nagyon jó újra átélni mindazt, amiről Prussi is szólt. Megismerni egymást, megismerni mindazt, amit tesznek. Öt éve hirdetjük ezt a díjat, három éve a tudományos kategóriát is, és ez alatt az öt év alatt bizony óriásit fordult körülöttünk a világ. Ezt mondanom sem kell, hogy világjárvány, természeti csapások, háborúk. Gazdasági nehézségek, nagyon sok mindent megélünk együtt, itt nemzetként is, illetve világszinten. Viszont azt látjuk, amikor évre, évről évre beérkeznek a jelölések, hogy ezek a problémák nemhogy visszavetik az önzetlenséget, a segíteni akarást, hanem éppen elősegítik, és egyre több kéz és egyre több szív mozdul azért, hogy segítsünk egymásnak egyéneknek, családoknak vagy közösségeknek, és ezt mindig nagyon jól látni. Abban is biztosak vagyunk, hogy azon kívül, amit évről évre termést hoz a kops jelölése, azokon kívül a segítségnyújtásokon, programokon, kereszt vagy kívül, még biztos, hogy sok-sok egyéb is van, amelyek ide nem érkeznek meg, és ez Mindenképpen jó dolog, hogy országhatáron belül és azon túl is látjuk az összefogást. Kopmária és kapski Árpád 2007-ben publikált egy tanulmányt egy rangos folyóiratban a magyar tudományban, ebből szeretnék egy idézetet felolvasni. Az életértelme élmény magában, tehát az életértelme élmény magában foglalja a sikeres megküzdés, megbirkózás képességét azonban ennél többet jelent. Azt a képességet és biztonságot jelenti, hogy a személy bízik benne, hogy változó körülmények között mindig képes lesz megfelelő erőforrásokat mobilizálni. Adott esetben nem csupán saját erőforrásokat, hanem külső segítségben, a kölcsönösségben bízhat. Az élet értelmébe vetett hitet életkortól, nemtől és iskolázottságtól szinte független, Lelki és testi egészségi védőfaktornak ta találtuk, tartjuk. Ez azt jelenti, hogy azonos életkörülmények között a társadalmi átalakulás negatív hatásai sokkal kevésbé érintik azokat, akik úgy érzik, életüknek van értelme. Sokszor szembesültem már azzal, hogy a kutató házaspárnak az írásai akár most is születhetnének, és rendkívül aktuálisak ennyi idő után is. Talán mondanom sem kell, hogy jelen helyzetben is mindenképpen megszólítanak minket, és úgy gondolom, hogy ez mindenki számára fontos üzenet, hogy az összefogással erőforrásokat tudunk mobilizálni, és, és ebben óriási erő rejlik, és jövőképet nyújt. Ez minden generáció számára nagyon fontos. Viszont hagyj, helyezzem most egy kicsit a hangsúlyt a fiatalokra, annál is inkább, mert egyetemi oktatóként, köztük élek és dolgozok, illetve nagyobb gyermekeim is már a 20-as -20 éveiket tapossák, és látom, hogy milyen nehéz nekik ez az életkezdés ebben a sok bizonytalanságban. Sokszor felteszik a kérdést a hallgatóim is, hogy miért tanuljak, hiszen azt sem tudom, hogy szükség lesz erre a foglalkozásra, mire befejezem az egyetemet. Miért, egyáltalán hol fogok dolgozni, lesz munkám? Vagy mindent elvisznek a robotok és a mesterséges intelligencia? Hol telepedjek le a világban? Bárhová nézek, mindenhol klímakatasztrófával találkozom, és élhetetlen élettel, vagy, vagy, nehéz körülményekkel. És ami a legfontosabb a mi szempontunkból, a három királyfi, három királylány mozgalom szempontjából, az a kérdés, amit sajnos egyre több fiatal feltesz magának, hogy miért vállaljak gyermekeket, miért szüljek erre a világra gyermeket, hiszen még az én jövőm is annyira kiszámíthatatlan, hogy tenném ki a saját gyermekeimet annak, hogy lehet, hogy nem lesz tiszta víz, amit ihatnak, tiszta levegő, amit beszívhatnak. Lehet, hogy sácskákat fognak enni állathús helyett. A fiataloknál a klímaszorongás most már vezető de okká vált, a különböző mérések ezt, ezt mutatják, és sajnos azt is látjuk a különböző ifjúság felmérésekből, hogy a, a gyermektelen létre be, berendezkedő, tehát a tudatos gyermektelenséget vizionáló fiataloknak az aránya is növekszik. Ez nagyon sokáig Magyarországon 3-4-5% körül volt, nagyon-nagyon hosszú időn keresztül, és az utóbbi időben ugrott meg ennyire. Nagyon fontos biztatni a fiatalokat, hogy van jövő, hogy legyen jövőképük, hogy bízzanak a jövőbe. És akkor, hogyha ilyen jellegű összefogásokat, segítségnyújtásokat, összezárásokat látnak, amelyeket önök végeznek a mindennapoknak a nehézségei sodrásában, akkor fognak bízni a jövőbe, mert látják azt, hogy hogy érdemes élni, és megy, megy, tovább, megy tovább az élet, és nekik is jó, hogyha viszik tovább ezt az életet. Azt mondom. Lényegében, és nem szeretném ezt tovább elhúzni, nagyon sokat tudnék még mesélni ezekről a tapasztalataimról, de úgy gondolom, hogy önök igazi hídépítők, méghozzá bizalomhídját építik, ami a jövőbe vezet, és kívánok ehhez az építkezéshez nagyon sok sikert és nagyon sok erőt a továbbiakban is. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Most pedig tisztelettel felkérem Réthely Jánost, ő is ossza meg velünk gondolatait. Köszönöm szépen. Nagy örömömre szolgál, hogy ezen a gyönyörű helyen szólhatok önökhöz, mint a, a zsűrinek az egyik tagja. Én a Szemelvész Egyetemben egy klinikának vagyok az igazgatója, de nem ebben a Minőségemben vagyok most itt, hanem mint Kopmárjának az egykori munkatársa és PhD hallgatója mesterem volt, és mivel ez egy. egy ez a közös munka, ez, ez részben projektek menedzserését, jelentette egy nagy pályázatnak a megírását, előkészítését, országos felméréseket ezért árpáddal is nagyon sokat dolgoztunk közösen és nagyon sok meghatározó és, és, pozitív élményem van a velük való közös munkáról. Fruzsinától hallottuk, hogy, hogy önök a saját közösségükben mind példaképek, azért vannak itt, azért jelölték önöket, mert, mert, mert olyan tevékenységet folytatnak az életük, olyan bizonyságtételt jelent, ami a közösség számára meghatározó, és hát bizony nagyon nagy szükség van Példaképekre. Én ehhez kötődve szeretnék arról beszélni, hogy miért volt számomra példakép Mária és Árpád. 1999-ben végeztem a Szemelvész Egyetemen, és akkor úgy döntöttem, hogy, hogy nem kezdek el még orvosként dolgozni, hanem PhD-hallgató, doktori hallgató leszek, és teljesen egyértelmű volt számomra, ez egyetlen hely, ahol ezt ezt meg tudom valósítani, amit amilyen terveim voltak. Ez a Szemelvész Egyetemnek a Magatartástudományi Intézete, ami akkor egy frissen alapított intézet volt. Most ünnepeltük a 30 éves születésnapját, és ott kezdtem meg a, a munkáimat. Kopp Mária témavezetése mellett. Ágnestől hallottunk, hogy az élet értelme kutatásról, mert Gyönyörű volt maga a szöveg, és, és inkább egy irodalmi szövegként uh, uh, hatott, de ez valóban egy, egy pszichológiai, szociológiai kutatás, hogy a, az élet értelme, uh, érzés, uh, jelenséget, ezt valamilyen módon meg lehet mérni egyénenként, közösségenként, és ezt is közösen végeztük. Um, már önmagában ez is. Uh, Ugye ez, ez már kifejezi azt a, azokat a tulajdonságait Márjának és Árpádnak, amelyek, amelyek meghatározóvá tették őket akkor a saját közösségükben, és ez, ez alatt értem a Szemmelweis Egyetemet és a magyar tudományos közösséget. Úgy, mint a, a optimizmus, az élethez, az emberekhez való optimista, szeretettel és segítőkész hozzáállás, a nyitottság, ami, ami megnyilvánult abban, hogy egy nagyon egy olyan intézetet vezetett Mária, nagyon sokféle ember ö, ö, dolgozott együtt, nagyon sokféle gondolkodású, tehát a, a teljes paletta megfigyelhető volt, és mégis ö, ezt a heterogén csoportot is hatalmas szeretettel és, és odaadással tudták ö, vezetni. Ö, az összefogás ereje, amiről szintén hallottunk, ezek is nagyon meghatározó értékek voltak az ő életükben, és ez tudom, hogy, hogy az önök életében is ennek nagyon Pontos szerepe van. Egy élményen szeretném zárni, a, 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 említettem, hogy egy nagy pályázatot végeztünk közösen, ez volt a, a, az a tudományos támogatás, aminek a révén a hungarosztadi vizsgálatok elindulhattak, amiből azóta már több is megszervezésre került, és amikor eljutottunk oda, hogy végre hogy egy szerződés alá kéne írni, akkor már a nyár közepe volt, úgyhogy akkor nem volt más hátra, mint hogy én autóba ültem, és Máriát és Árpádot a Leshegyi nyaralójukban látogattam meg, és ott írták alá a szerződést. Ez egy aprócska kis momentum, nekem mégis egy meghatározó emlék, mert, mert ott is olyan nagy lelkesedéssel és szeretettel fogadtak, hogy egy, egy ilyen félnapos közös emlék is meghatározóvá válik most sok év után is. Még egyszer gratulálok mindenkinek, Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönjük. Imáron harmadik éve adjuk át a tudományos kop skrapski díjakat az egyetemek jelölései alapján. A tudományos díjra felsőoktatási intézmények ajánlásai alapján egy 35 év alatti és 35 év feletti kategóriában hirdetünk győztest, melyet a Richter Gedeon enyerté támogatásával hozhatunk létre. Ezúton is köszönjük szépen a nagy vonalú támogatását. Továbbá nagy-nagy szeretettel köszöntjük körünkben a tavalyi, illetve a korábbi díjazottakat is. Nagyon szépen köszönjük, hogy megtisztelnek bennünket jelenlétükkel. Hadd legyek ennyire részrehajló, hogy külön köszöntsem, akit az imént nem nevesítettem, dr. Pálink Balázs doktor urat, akinek életem legnehezebb pillanatait varázsolta a legszebb pillanataival. Következik a tudományos díra jelöltek bemutatása. Az egyetemek által a díjra jelöltek közül zsűri által kiválasztásra került a díra leginkább méltó jelöltek köre. Ezért a három királyfi, három királylány mozgalom egy-egy oklevéllel kívánja elismerni idén is kop skrapski díra jelölteket. A jelöltek okleveleit átadja Skrapski Fruzsina, Engler Ágnes és Réthelyi János. Kérem, fáradjanak ki a színpadra. És tisztelettel felkérem a jelölteket, hogy a méltatás közben sorban vegyék át az oklevelet. Elsőként dr. Trinyelvoszki Zsófia Anna, Károli Gáspár Református Egyetem szociológia tanszékének docense. Oktatási tevékenységében elsősorban a kvalitatív módszertani kurzusok, valamint a család, szociológia és antropológia témakörei dominálnak. Több kutatócsoport tagja többek között család, szociológiai kutatócsoportnak, melynek célja a szociológia tanszék család, szociológiai kutatásainak intézményi erősítése. A kutatócsoport megalakulásával szeretnék egyrészt a témában folytatott egyéni tanszéki kutatói munkákat összefűzni, másrészt a hallgatói munkákat is ösztönözni. Kiemelt kutatási területük a szülői szerepvizsgálata. Legutóbbi kutatási projektjük az Aktív Apák, melynek célja: hogy feltáró kutatást végezzenek azon édesapák körében, akik valamennyi időre vállalják, hogy ők maradnak otthon a gyermekükkel. A másik, egyetemközi kutatócsoport, melynek aktív tagja az IKREK szociológiai vizsgálatával foglalkozik, immár több mint tíz éve. Szeretettel gratulálunk neki. Aztának. Fehér Bori, építész, kutató, Moholy Nagy Művészeti Egyetem munkatársa. Aki Aki oklevelét egy későbbi időpontban veszi át. Dr. Gyuris Petra, pszichológus, a BTK Pszichológia Intézetének habilitált egyetemi adjunktusa. Fő kutatási területe a párválasztás. Doktori fokozatát is e témában szerezte. Számos hazai és nemzetközi publikáció, szakcikk és könyvfejezet szerzője. Párválasztással, párkapcsolatokkal kapcsolatos kurzusokat tart. Különösen népszerű a Párkapcsolatok és Családi Problémák című órája, mely az egyetem bármely koráról felvehető. A gyermeket váró pároknak kötelező szinten tartó tanfolyamán szakembereknek tart előadásokat a várandóság, gyermekszületés, párkapcsolat hatásairól. Hallgatóit igyekszik felkészíteni a párkapcsolat és a családi élet kihívásaira, a problémák lehetséges megelőzésére, megoldására is. Célja segíteni a jövőbeli házasságok tartóságát és a család egységének megőrzését. Szeretettel gratulálok neki. Dr. Megyesi Smikli Norbert, művelődés történész. A 17.-18. századi csíksomjói passiói játékokról, nép énekekről számos nívós publikációja jelent meg. A 18 OTDK-s tanítványa közül többen dobogós helyezést nyertek. Tanítványaiból alapított családias, boldog özséb színtársulattal megeleveníti a katarzist okozó iskoladrámákat és népi játékokat. Összegyűjtötte a vasi perenye néphagyományát, amelyből 10 órás CD-romot és énekeskönyveket adott ki. Kutatásaiból gyakorlati célral szerkesztett, teljes nyelvterületen alkalmazott Szent László, Szent István és Szent Márton énekes CD lemezein növendékei énekelnek. Számos elismerés birtokosa, például Proscienti Aranyérem, Magyar Tudományos Akadémia Bójai Ösztöndi. Szeretettel gratulálunk Dr. Petróci Erzsébet egyetemi tanár, klinikai szakpszichológus, gyógypedagógus. Gál Ferenc Egyetem munkatársa, a Magyar Individuál Pszichológiai Egyesület tagjaként tudományos eredményeket bemutató konferenciákat szervez. Fő kutatási területe a speciális pedagógia, a témáról több konferenciát szervezett és számos publikációt írt. Célja, hogy tanítványai és kliensei személyisége fejlődjön gondolkodásban és erkölcsi magatartásban is. Kurzusain olyan témákat mutat be, amik kiemelt társadalmi hasznossággal bírnak. Munkája mellett szívügye a családjukból kiemelt, nevelő szülőknél elhelyezett fiatalok zöggenőmentes beilleszkedésének segítése és harmonikus szerető kapcsolat kiépítése. Konfliktus helyzetekben a restauratív módszerek alkalmazásával főként a jóvátételre és a megbocsátásra fókuszál. Szeretettel gratulálunk! Prókai Piroska, mester tanár, az Óbudai Egyetem munkatársa. Aki oklevelét ok szintén egy későbbi időpontban veszi át. Sztárainé doktor Kézdi Éva, szociológus, egyetemi docens, Károli Gáspár Református Egyetem szociológiai tanszékének egyik munkatársa. történeti és nemzetközi viszonylatban vizsgálja a szülői szerepek változását, különös tekintettel a gyermekükkel otthon lévő apákra és az apáknak a családi életben való részvételére. Kutatja a munka és a magánélet egyensúlyát és a családi munka megosztást a kisgyermekes családok körében és a család támogatási rendszer alakulását hatásait. Újabb kutatási területe az apaság média reprezentációjának tudományos vizsgálata. Eredményeit hazai és nemzetközi konferenciákon és tudományos közleményekben publikálta. Könyv monográfiájának címe: Egy eltűnt réteg nyomában. Egykori arisztokrata családok leszármazottai a mai Magyarországon. Házas, három gyermek édesanyja. Szeretettel gratulálunk neki. Most pedig következik a 35 év alatti kategória jelöltjeinek listája. Blaskóné Kozmadóra, Védőnő, Miskolci Egyetem munkatársa. Kimagasló szakmai hozzáértése, családok és a gyermekek egészségfejlesztése, gondozása iránti rendkívül elköteleződése, valamint a hivatása gyakorlása során végzett kiemelkedő teljesítménye okán került idén alkalmazásra a Miskolci Egyetem Egészségtudományi Karára. Első perctől aktívan és professzionálisan kapcsolódott be a kar oktatási és kutatási tevékenységébe. Azonnal kivívva a hallgatók és a munkatársak elismertségét, igyekezete és fáradhatatlan munkavégzése az egyetemen és a védőnői területen méltán kiérdemelte erangos kitüntetést. Berezvai Zombor, egyetemi adjunktus, Budapesti Korvinusz Egyetem vezető közgazdásza, gazdasági versenyhivatal munkatársa. Széles kutatási érdeklődéssel rendelkezik, amelyben helyet kap a turizmus, a városi közlekedés, az oktatás és egészséggazdaságtan, az élelmiszer kiskereskedelem és a versenypolitika is. Közös vonás kutatásaiban a fenntarthatósághoz és az igazságos társadalmi rendszerekhez való kapcsolódás. Például a túlzott és a helyi lakók számára már zavaró turizmus csökkentése. A városi közlekedés fenntarthatóbbá és befogadóbbá tétele, a járványokra való felkészülés lehetőségei illetve a fenntartható és etikus élelmiszer termelés révén. Kutatási eredményeit oktatóként és személyes életében is törekszik leképezni, hiszen célja, hogy kislánya és kortársai egy szebb, tisztább és igazságosabb világban nőjenek már fel. Házas, felesége, klinikai, genetikus, egy gyermek édesapja. Gratulálunk neki! Fodor Rihárd, okleveles történelem angolszakos tanár, jelenleg a Pécsi Tudományegyetem neveléstudományi doktori iskolájának doktor jelöltje. Szintén később veszi szeretettel gratulálunk neki. Dr. Jagodics Balázs, korábban iskolapszichológus, jelenleg a Szegedi Tudományegyetem Szociális Fejlődés Pszichológiai Tanszék adjunktusa. Egyetemi tanulmányait a Szegedi Tudományegyetem bölcsészettudományi karának pszichológiai intézetében végezte. Mesterdiplomáját tanácsadás és iskolapszichológia szakirányon szerezte. Később az eltén szerzett tanácsadó szakpszichológus végzettséget. 2017 óta a Szegedi Tudományegyetem Pszichológiai Intézet munkatársa doktori képzését a Pécsi Tudományegyetemen végezte, disszertációjában a diákok kiégéséhez vezető okokat tárta fel. 2022-ben elnyerte a Magyar Pszichológiai Társaság Mérei Ferenc publikációs díját, kutatási területei a kiégés szindróma az iskolában, a tanulást támogató pszichológiai erőforrások az iskolai kudarcok tényezői, illetve a szociálpszichológiai hatások a döntéshozásban. Nős, felesége, egészség, szakpszichológus, egy gyermek édesapja. Szeretettel gratulálunk neki. Juhász Anita, klinikai szakpszichológus, Szemmelweis Egyetem sebészeti, transplantációs és gastroenterológiai klinikán dolgozik 2018 óta, 21-től klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológusként. Pszichológus, diplomáját 2013-ban szerezte, majd ösztöndíjasként Ausztráliában folytatta tanulmányait mesterfokozatot adó diplomáját tanácsadás és pszichoterápia szakon itt szerezte 2004-ben. Úttörő szerepet vállalt az evidencia alapon végzett mentális egészségügyi ellátás megszervezésében. A kórházban, ahol dolgozik, nemzetközi ajánlásokhoz igazított színvonalon működik a pszichológiai szolgálat. A mentális egészség védelmének területén aktivitása kiemelkedő első volt hazánkból, aki az amerikai Sears of Security Paramentig programot elsajátította. A tréning célja a szülő és gyermeke közötti kapocs erősítése gyermeki érzelmi igények megértésén keresztül. Elhivatottsága példaértékű. Szeretettel gratulálunk neki. Kutrovác Kitti, kutató, a Magyar Tudományos Akadémia Társadalom Epidemiológiai Kutatócsoport tagja. Szintén egy később időpontban veszi át. Következik Dr. Pátkainé Bende Anna, a Győri Széchenyi István Egyetem apácai Csere János pedagógiai, humán és társadalomtudományi korának tanársegédje. <tosz> Egészen fiatal kora óta szívügyének tekinti a családot. Korábban a család és ifjúságügyért felelős államtitkári kabinet munkatársa volt, majd 2020-ban gyermekkori célkitűzését megvalósítva az oktatás és kutatás felé fordult. Tudományos kutatásai középpontjában családbarát aspektus vizsgálata áll, doktori értekezését a hazai családbarát munkahelyek témájában írja. Rendszeres előadója e témában, Konferenciáknak kutatási eredményeiből már több hazai és nemzetközi publikáció született. Célja, hogy kutatásaival hozzájáruljon a családbarát szemlélet elterjesztéséhez. A kutatás mellett precíz, lelkiismeretes oktató, amit hallgatói pozitív visszajelzése is igazolnak. Szeretettel gratulálunk neki! A tudományos díjak átadása következik. Tehát 35 év alatti kategóriában a közönség díjas dr. Jagodics Balázs. a zsűri által díjazott 30 év alatti Juhász Anita. Szeretettel gratulálunk nekik. A tudományos díjak 35 év feletti kategóriában. Közönségdíjas doktor Megyesi Smikli Norbert. Köszönöm szépen a zsűrinek, köszönöm a jelölést és itt, hogy tetszett említeni, mondjak egy pár szót, meg azt a sok örömet, szeretetet, amit a volt tanítványoktól, a Boldog Zsép szintársulattól kaptam, még régi szakdolgozóktól, 10-15 évre visszamenőleg, kunszigetiektől, perenyeiektől, piliscsabaiaktól, győriektől egyaránt, és hát szeretnénk folytatni színkörrel is mindezt a munkát, és további sok örömet és hasznos, eredményes munkát kívánok a többi díjazottnak, jelöltnek is, és az alapítvány munkatársainak. Köszönöm még egyszer. Most pedig következzék a zsűri által díjazott 30 év feletti, díjazott Dr. Dr. Drenowski Zsófia Anna. Tisztelő ez a díj, köszönöm szépen, és ö, nem csak a díj, hanem hogy ezzel a témával én foglalkozhatok többet magammal a tanszéken, és ö, azzal együtt, hogy nagyon élvezzük az általunk kutatott témát, remélem, hogy még sokáig tudunk ezzel foglalkozni az egyetemen, és ö, szeretnénk is bővíteni a témánkat. Gratulálok minden jelöltnek, és köszönöm szépen a díjat! Be is vezethetjük ezt a menetrendet, hogy aki megkapja a díjat, az mond egy pár szót, de nem kötelező természetesen, csak a lehetőség adott. A tudományos kategória után térjünk át a házaspár és egyéni jelöltekre is. Következzék a házaspár jelöltek bemutatása. Az egyéni jelölők által nevezett jelöltek közül a zsűri által kiválasztásra került a díjra leginkább méltók jelöltek köre. A három királyfi, három királylány mozgalom egy-egy oklevéllel kívánja elismerni idén is a kop skrapski díjra jelölteket. Magával a díjjal egy-egy házaspár életútját is elismeri a három királyfi, három királylány alapítvány. Olyan házaspárokat, akik tevékenységükkel, a másik boldogulásáért, testi-lelki egészségéért, kisebb vagy nagyobb közösségekért dolgoznak az élet legkülönbözőbb területein. Az okleveleket majd pedig a díjakat átadja Skrabski Fruzsina és Skrabski Luca. Már kint is vannak, fantasztikus. Egy nagy tapsa. Itt is az, az lenne a kérésünk, hogy akkor a méltatás közben vegyék át a jelöltek az okleveleket. Tehát a házaspár jelöltek Ébner Magdolna és Ébner Gyula. Magdolna vegyészmérnök, Gyula villamosmérnök. Negyedik autista gyermekük és sorstársaik megsegítéséért, műszaki pályájukat elhagyva Ferences rend támogatásával létrehozták a Gyöngyösi Autista Segítő Központot. Nevelési céljuk volt a gyerekek felkészítése felnőtt koruk közösségi életre. Ennek helyszínéül létrehozták a Karácsondi Autista Majorságot. Nyugdíjazásuk után folytatták a munkát. patán autisták számára, ökogazdaságuk ad védett munkahelyet. Szeretettel gratulálunk nekik. Dr. Fodor Réka és férje, a néhai Gregus Sándor, aki időközben elhunyt, ezúttal is fogadja őszinte részvétünket a család. Távolétükben szeretettel gratulálunk nekik. Köszönöm. Gorove László és Gorove Kriszta. László mentőorvos, állandó diakónus Kriszta gimnáziumi tanár. Szeretettel gratulálom. Palojtai Márta és Popovics Béla. Márta munkács püspökség munkatársa, Béla tanár, honismereti vezető. Márta Budapestről került munkácsra, a püspök közvetlen munkatársa, a Karitás keretében a támogatási programokat lelki gondozóként pedig lelki gyakorlatokat szervez, életvédő munkája nyomán jelentősen csökkent az abortuszok száma Kárpátalján. Idősek otthonát és családvédelmi központot épített. Béla tanárként, a cserkészet elindítójaként és helytörténészként sokakra volt nagy hatással. Emlékezetesek honismereti vezetései, előadásai. Ő találta meg feszti körkép festési helyét. Négy lányt nevelnek. Szeretettel gratulálunk. Pálinkás Éva és Pálinkás Tamás. Éva szociális munkás, örökbefogadási referens, Tamás polgári fokozat, foglalkozása mellett lelkész. Hét gyermekük van, három vér szerint született, mellett négy ajándék gyermekszülei. Tamás polgári foglalkozása mellett lelkész, mentál higiéné szakdolgozatát írja. Éva, szociális munkás, a Várva Várt Alapítvány titkára, örökbefogadási referens. Munkatársaival csak az elmúlt évben több mint 500 válsághelyzetben lévő kismamának segített. Munkájuk egyik legnagyobb sikere, amikor olyan várandós anyával találkoznak, aki a krízis ellenére szeretne anya lenni. A segítség miatt lemondja az abortusz időpontját, és életet ad gyermekének. Az elmúlt három évben több mint 80 baba születhetett meg így. Szeretettel gratulálok nekik! Somogyi Adamis Noémi és Somogyi Farkas Tamás. Két fiúgyermek szülei az Agy Életet Alapítvány Alapítói. Noémi egyik veséjét Tamásnak adta, hogy meggyógyuljon. A nyilvánosságot vállalva valós életpéldát állítanak a társadalom elé hitről, szeretetről, önzetlenségről, hűségről és a család erejéről. Az agy életet alapítvány létrehozásával szolgálnak, patronálják a házasság és a gyermekvállalás előtt álló fiatalokat, de a hasonlóan nehéz élethelyzetbe került embereket is. Fő missziójuk védeni és támogatni az életadást, a születést, adj életet, mint szülő, és az újjászületést, adj életet, mint donor. Szeretettel gratulálunk neki. Somogyi Né, dr. Petik Krisztina, és dr. Somogyi Antal Krisztina, pszichológus, Antal informatikus mérnök. A házas pár évtizedek óta foglalkozik jegyesek plébániai felkészítésével. Négy gyermekük, öt unokájuk van. Krisztina családpszichológiai és felnőtt képzési ismereteit és jegyes oktatói tapasztalatát a Szapiencia Szerzetesi Hittudomány Főiskolának jegyes oktató képző kurzusán kamatoztatja. A tanfolyam 2014-ben indult el, azóta Kristina évente újra és újra megszervezi a képzést, bevonva pszichológus-teológus kollégáit, illetve egy jegyes oktatásban nagy tapasztalattal rendelkező házaspárt is. A tanfolyamokon házasság pszichológiai, teológiai, morális témákkal és felnőtt képzési módszerekkel ismerkednek meg, ismertetik meg a jegyes felkészítést végzők. Szeretettel gratulálunk nekik. Szabó Gabriella és Szabó Balázs. Balázs zenész, Gabriella énekes. 17 éve házasok, három gyermekük van. Örökbefogadó szülőként fontos számukra az életvédelme. Balázs zenészként igyekszik átadni Isten üzenetét az embereknek. Számos felvételen, koncerten és egyházi gyülekezeti dicsőítéseken is. Gabival együtt teszik mindezt. A koncertek mellett Balázs 9 éve tart zenés és prózai iskolai előadásokat különböző témákban, például önértékelés, életvédelem, hit. Az evangélium átadása a szívügye, az általános és középiskolai generációnak. Szeretettel gratulálunk neki. Tolner Pozsonyi Gabriella és Tolner Péter. Gabi az Eleos Oktatás Szervezet ügyvezetője, szakmaközi szupervízor, lelki gondozó, bibliodráma vezető, Péter informatikus, a H-vitamin alapítója. 2013-ban hívták életre a H-vitamin szolgáltatásukat, melynek küldetése, hogy lelkileg egészségesebb, hála vitamint napi szinten fogyasztó társadalom jöjjön létre. Kifejlesztették a tavaszi hálaadó programsorozatot és a H-vitamin applikációt is. Lelki egészségünkre címmel évente tartanak konferenciát mentális egészség megőrzése és a lelki növekedés elősegítése céljából. Előadásokat, tréningeket szerveznek párkapcsolat, házasság, egyedülállóság, társas intelligencia témákban. Gabi az Eleos oktatójaként, Barnabás csoport alapítvány önkéntesként, illetve tanácsadóként az egészségesebb keresztény közösségekért dolgozik. Szeretettel gratulálunk nekik. Városi Ferenc és Városi Nél Lomjánszki Ilona. Ferenc nyugalmazott lelkipásztor és cégvezető, Ilona kereskedő. Nekik is szeretettel gratulálunk. És akkor a közönség szavazás házaspár díjazottja, Palojtai Márta és Popovics Béla házaspár. Köszönjük szépen, nagy meglepetés volt egyáltalán, nem is reklámoztuk sehol, hogy jelöltek vagyunk. Azt hiszem, hogy igazából megtiszteltetés nekünk az, hogy Isten megengedi, hogy vele együtt dolgozzunk, hogy a reményt kellene azt hiszem föntartanunk elsősorban magunkban most ott Kárpátalján, és másokban is, és nagy öröm, hogy tapasztaljuk azt, hogy minden nyomorúság meg ellenére Azért a közösségek egyre jobban összezárnak, van igény arra, hogy, hogy az emberek egymással ebben a kiszolgáltatottságban együtt legyenek, és nagy hálával tartozunk a magyarországi közösségnek is, akik minden szempontból lelkileg, anyagilag segítik a, a munkánkat, illetve a kárpátai embereket is. Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen. És akkor a zsűri döntése alapján 2023-ban Kopp Skrabski díjat házaspár kategóriában Ébner Gyula és Ébner Magdolna kapja meg. Nagyon szépen köszönöm. Óriási meglepetés ez nekünk, és valahol erősítést ad, hogy csináljuk tovább. Mert nehéz az autisták sorsa, meg általában a, azt hiszem a fogyatékosok sorsa, főleg akik már felnőttek és kikerültek a, a szülői gondoskodás illetve felnőttként egyáltalán nem találják a helyüket, és mi ezt szeretnénk tovább tenni, csinálni, amíg erőnk tartja ad nekünk a Jóisten annyi erőt, hogy vigyük tovább ezt az ügyet. Köszönöm szépen a díjat és mindenkinek. Köszönjük szépen. Végül, de nem utolsó sorban következik az egyéni jelöltek bemutatása és az oklevelek átvétele. Felkérem tisztelettel Skrapski Fruzsinát és Csuti Anna Máriát kérem tisztelettel akkor, és adják át a jelöltségért járó okleveleket és a díjakat. Az egyéni jelöltek. Böszörményi Nagy Gergely a Brainbar alapítója. A Brain Bar jövő, jövő fesztivál alapítója, amely a legfontosabb kulturális és tudományos témák megvitatásával, a legizgalmasabb külföldi előadók meghívásával sokat tesz a magyar fiatalok tudásának, tájékozottságának növeléséért, gondolkodásuk fejlesztéséért. A diákok és a pedagógusok számára az egész esemény ingyenes. A fesztiválon minden évben több ezer fiatal vesz részt. Szeretettel gratulálunk neki! Budavári Zita a Bölcső Alapítvány alapítója. Nevéhez köthető Magyarországon a nyílt örökbefogadás meghonosítása. A Bölcső Alapítvány több mint 28 éve működik, a csecsemő gyilkosságok megelőzésére jött, rét, jött létre. Nem várt újszülötteknek szeretne bölcsőt nyújtani. Céljuk azóta bővült, két anyaotthont működtet, amivel segíti a válságban lévő terhes anyák életük legnehezebb időszakában. Majd 300 babát sikerült biológiai családba visszasegíteni, de nagy többségük nyílt örökbefogadással, az alapítvány segítségével került szerető örökbefogadó családba. Ezzel rengeteg gyerek, gyermekre vágyó meddő házaspárnak adott esélyt. Szeretettel gratulálunk neki! Dobrai Zoltán, görög-katolikus teológus, mentálhigiénés szakember. Hét éve alapította és vezeti a Családokért Egyesületet. Célja, hogy otthonos közösséget teremtsen, ahol a tagok egymást segítik. Jelmondatuk, itt nincsenek idegenek, csak olyan emberek, akik még nem találkoztak. Hiszi, hogy a közösségben barátságok és azokból termékeny házasságok lesznek. Társas játék esteket szervez, ahol kötetlenül lehet ismerkedni, van tánc és rapid randi is. Dolgozott halmozottan sérült gyerekekkel, felnőttekkel a családügy területén a családokért. Családterápiával, pszichodrámával, mentálhigiénével, mediációval is foglalkozik. Szerinte mindegyik feladat az emberről szól. Szeretettel gratulálunk neki! dr. Frölik Georgina, klinikai sugárfizikus. Az Országos Onkológiai Intézet fizikusa három gyermeke segítségével álmodta meg Bátor küldetését. Bátor a sugárkezelés menetét egy legó lineáris gyorsító és kisfilm, valamint képregénye segítségével ismerteti meg a kezelés előtt álló gyermekekkel. A tematikus kincseket rejtő doboz mellett a besugárzó készülék is űrhajóvá változik fényfestés segítségével. A hosszú és nehéz kezelés sorozat teljesítésében pedig aranyérem is támogatja a kis betegeket, akik így kevésbé szoronganak és együttműködőek. Szeretettel gratulálunk neki! Halász Éva, pedagógus. két gyermek édesanyja, a Haranglábi Gimnázium pedagógusa, 11 éve dolgozik közoktatásban. A tantermi oktatás mellett kiemelten fontos számára a tehetséges gyerekek gondozása. Hiszi, hogy a Kárpátalján való helytálláshoz és érvényesüléshez elengedhetetlen ezeknek a tehetséges gyerekeknek a felkarolása. Tanítványainak hangsúlyozza, hogy kárpátaljai magyarként fontos megőrizni a kultúrát és a hagyományokat. Idén a Kulturális és Innovációs Minisztérium Nemzeti Tehetségprogram keretében kiemelkedően eredményes tehetségfejlesztő tevékenysége elismeréseként bónizbóna Bóna a Nemzet Tehetségeiért díjat adományozta neki. A Haranglábi Református Egyházközség aktív tagja. Szeretettel gratulálunk neki. Marxné Konc Zsuzsanna a Hétköznapok Angyalai Alapítvány elnöke. Zsuzsanna több mint 20 éve támogat rászoruló embereket. 2020 óta a Hétköznapok Angyalai Alapítvány keretei közt. Ő az elnök, egy segítője pedig az alapító. Nincs megkötés, hogy miben segítenek. Élelmiszer, tüzelő, bútor, háztartási gépek, tanszerek, temetési költségeny hitésében. Az egész országban, de 2021-ben rengeteg adományt vittek a horvátországi földrengés rázta területre is. Mikuláskor és húsvétkor jelmeztölt és úgy visz édességet a pártfogolt gyerekeknek. Karácsonykor pedig új játékot és tartós élelmiszert. Azt vallja, hogy nyitott szemmel és szívvel kell járni, mert a rászorult emberek köztünk járnak. Szeretettel gratulálok! Máté Zsuzsa, Szent István intézet igazgatója, újságíró, négy gyermek édesanyja. Zsuzsa nevéhez kötődik a Veletek az első pillanattól című kismama krízisvonal kezdeményezés. Fontos, hogy ha valahol nem a megfelelő pillanatban érkezik a gyermekáldás, akkor a kismama tudjon segítséget kérni. A Szent István Intézet kommunikációs vezetőjeként is az élet tisztelete és szeretete, a családok védelme megerősítése motiválja. Vezetése alatt többek közt készült tanulmány a magyar abortusz történet 66 évéről, hány gyermek nem születhetett meg és a katolikus egyházon belüli szexuális visszaélésekről is. 2022 óta általa vezetett intézet célja és küldetése fontos hazánk számára és az egész magyar közösségnek. Szeretettel gratulálok nektek! Rádi Kata, a Korábban érkeztem alapítvány alapítója. arról álmodott a saját koraszülése után, hogy legyen egy ház, ahol a koraszülő családok otthonra lelnek. A közösség tagjai, sorstársak, erős oszlopok lettek a koramentorházban. Számtalan történet, számtalan életút, egy csapat, ahol közös gyökerek által növeztünk szárnyakat. A missziós munkánk egyik legfőbb eredménye, hogy az egészségügy, az oktatás és a szociális ellátás intézményeiben jelen voltunk és vagyunk mentorainkkal és szakmai programjainkkal. Eközben a koraszületésben érintett családoknak a szárnyaik által van lehetőségük, hogy belenüljenek ebbe a nagy világba. Szeretettel gratulálunk! Dr. Schulthelyz Judit, gyermekorvos, Gézengúz alapítvány alapítója, nagycsaládos édesanyja. családok ellátásában transzdisziplinális szemléletével, gyógyító innovációival úttörő Magyarországon a kora gyermekkori intervencióban. Első között segítette, képezte 1990-től korai fejlesztő szervezeteket. Kidolgozott módszertana, publikációi, akreditált képzései, egyetemi képzésekhez csatlakozásaival támogatja a gyermek rehabilitáció fejlődését. Családbarát helyként létrehozta a Cseppek házát, Csecsemő és gyermekrehabilitációs módszertani központot, bentlakást és speciális medencét is biztosítva a gyermekek gyógyításához, részeként az alapítvány országos intézet hálózatának. Szeretettel gratulálunk neki! Dr. Tokai Piroska, házi gyermekorvos. 21 évvel ezelőtt 21 család részvételével létrehozta a Pitypang Egyesületet Lőrinciben. Gyermekorvosként az a hitvallása, hogy nem csak a testet kell gyógyítania, hanem megfelelő szellemi, fizikai, társas környezettel olyan egész egészséget támogató közösséget létrehozni, melyben kis és azok családjai is egészségben élhetnek. Ma már több mint 60 család része az Egyesületnek. A közösség alapja az elfogadás, a szeretet és a megbecsülés. Ezzel olyan ellentétek is oldódtak a több részre tagolt településen, melyek sok évtizedig jelen voltak. A fáradhatatlan, ötletekkel teli vezető, dr. Tokai Piroska ennek a virágzó közösségnek a motorja. Szeretettel gratulálunk neki. És akkor következzék a díjak átadása. Egyéni kategória közönség díjasa 2023-ban Halász Éva Nagyon szépen köszönöm a díjat, sajnos hozom a formámat, elérzékenyülve. Az indulásom előtt kaptam egy üzenetet, amely arról szólt, hogy tartsam az irányt, és azt gondolom, hogy nagyon nagy dolog ma itt állni. Kárpátai magyarként főleg, és hiszem azt, hogy a mindazt, amit pedagógusként teszünk, mert hiszem, hogy többes számban kell, hogy beszéljek, azt mindannyian a tudásunknak és a tehetségünkhez mérten tesszük, és megfogadom a tanácsot, tartom az irányt. Köszönöm szépen! 2023-ban egyéni kategóriában zsűri által díjazott Böszörményi Nagy Gergely. Biztos sokan ismerik önök közül Ferenc Józsefnek azt a bölcsességét. Sok tévedése mellett volt, amiben igaza is volt, hogy mindig annyi diát kell kiosztani, hogy annak is jusson, aki megérdemli. És ez egy furcsa helyzet, mert itt most úgy tűnik, hogy a dolog az fordítva van. Egy órán át hallgattam azoknak az életművét, a teljesítményeit, akik ezt a diát megérdemlik. És most egy olyan is kapott, aki nem érdemli meg. És ezt nem álszerénységből, vagy valamiféle ilyen kommunikációs manírként mondom önöknek, hanem azért, mert én minden segítséget megkaptam az életemben ahhoz, hogy azt csináljam, amit csinálok. Műveltséget, a szülőktől, világlátást, olyan barátokat, akikre példaképpként tudok tekinteni, Mentorokat, akik mindenben segítettek. Olyan társat, akihez szereted a dolg hazatérni. <coughs> És uh, én azt gondolom, hogy nekem ez a dolgom. <coughs> Máté evangéliumában az van, hogy, hogy uh, kire sokat bíztak, attól többet kérnek szám. És uh, még eszembe jutott egy másik gondolat is amikor a pásztorok elmennek nem amikor nem ecsek beteg. És nem csak édesapja a forró csokoládéval kínálja őket. És akkor mondják neki, hogy köszönjük, de nekünk ezért nem jár csokoládé. Egy olyan ember, aki annyi ajándékot kapott a gondviselőtől, mint én, annak csak a dolga, hogy mindent megtegyen, hogy mások is részesüljenek abból. Azért nem jár csokoládé. Úgyhogy köszönöm a zsűrinek, hogy ennek ellenére engem erre alkalmasnak talált, és azt tudom mondani önöknek, hogy az ember olyasmibe részesül, ami neki nem jár, akkor egy lehetősége van, hogy igyekszik utólag méltól válni rá. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönjük, most pedig tiszteletel és szeretettel kérjük a 2023-as díjazottakat, hogy fáradjanak ki egy közös fotóhoz, majd utána pedig kérem az összes jelöltet és díjazottat, hogy egy nagy közös csoportképre fáradjanak ki. Tehát most a 2023-as díjazottakat várjuk nagy szeretettel. Köszönjük szépen mindenkinek a türelmét, még egyszer gratulálunk a díjazottaknak, vendégeinknek, köszönjük, hogy jelenléttük el, megtisztelték az ünnepségünket. Köszönöm szépen a figyelmüket viszontlátásra.